Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. A hosszúra nyúló enyhe ősz kifejezetten kedvez a vírusoknak, tolnán főként a gyerekek körében most a krupp okozott jelentősebb forgalmat az orvosi rendelőkben. Ennek kapcsán látogattunk el Barna Györgyihez, a város vezetőházi orvosához. Egy édesanya töltötte fel ezt a videót az internetre. A képeken a fia lélegzetvétele hallatszik. A gyerek krupp vírustól szenved. A betegség belégzéskor nehézséget okoz, emellett jellemző, hogy a beteg gyerek száraz, jellegzetes ugatóköhögés kíséretében veszi a levegőt. A roham súlyos, életveszélyes állapotot eredményezhet a kialakuló oxigénhiány, a szervezet kimerülése vagy a légút teljes elzáródása miatti fulladás következményeként. Ez a betegség jelent meg most Tolnán a gyerekek között. A közösség az egy vegyi fegyver tulajdonképpen, úgyhogy igazából járvány komoly, azt nem mondanám, hogy komoly járvány van. Az, hogy a közösségekben terjed, az egyértelmű. Ennek az ősznek én azt gondolom, hogy lehet, hogy az időjárás is benne van ebben, mert nagyon szép meleg őszünk volt, és ezt szeretik a vírusok, és kifejezetten, amit én tapasztaltam az utóbbi időben, ezek a krupos betegségek, ezek nagyon-nagyon elszaporodtak. De mi is az a krupp? Tettem fel a kérdést Tolna vezetőházi orvosának. Ezek a gége- és légcsőgyulladások, azt a legenyhébbtől a legsúlyosabbig lehetnek, és hát páran kórházba is kerültek emiatt. Egészen pontosan ketten kerültek néhány hét alatt kórházba Tolnáról a felső légutakat megtámadó kruppot okozó vírus miatt. A legenyhébb esetben csak egy, úgy szokták a szülők mondani, egy ugató köhögés, ez nagyon típusos, egy ilyen száraz, erőltetett köhögés, és hát ez a súlyosági fok alapján hát elmehet odáig, hogy kifejezett nehéz légzés, belegzési nehezítettség van, tehát egy fulladásos állapot, ami ha nem nincsen kezelve, akkor akár még a mai nap is halálos lehet. A krupp leginkább a csecsemők és a kisgyermekek betegsége. Egyszerűen, mert minél fiatalabb a gyermek, annál kisebb keresztmetszetűek a légutai, márpedig az egészen szűk légutakat az erőteljes kruppos nyálkahártya duzzanat nagyon gyorsan képes beszűkíteni. A betegség ezért különösen 3 éves kor alatt veszélyes. A betegség 12-14 éves korig jelentkezhet, ezután a légutak átmérője már kellő nagyságú ahhoz, hogy az esetleges nyálkahártya duzzanat mellett is biztosítsák a megfelelő légcserét. Másrészt ekkor már az immunrendszer is megfelelő védettséget biztosít a kruppot okozó vírusok ellen. Ez a betegség ez szinte 100%-ig vírusos eredetű, jön a semmiből, tehát tényleg általában az éjszaka közepén, vagy egy teljesen tünetmentes állapot után jelentkezik. Megelőzni én nem gondolom, hogy ezt meg lehetne. Ez az ősz-tavasz betegsége, de szerintem kimondottan az időjárás függő dolog. Nem gondolom, hogy meg lehetne előzni. Úgy gondolom én, hogy mint ahogy az összes többi meghűlést, úgy ezt is, vitamin, mozgás, folyadékpótlás, ilyesmi, de kifejezett specifikus megelőzése nincs. A kruppot előidéző légcsőgyulladás nagyjából 200 különböző légúti vírus okozhatja. Ezek tönkreteszik a nyálkahártya felszínét, ami így kiszárad és nem tud tisztulni, így nem tudja eltávolítani a légúti kórokozókat sem. A kruppos roham ezért általában a vírusos náthás megbetegedések első jeleként váratlanul szokott jelentkezni. Profi fodrász és sminkes keze által szépülhettek a tolnai járásban élő hölgyek, teljesen ingyen a nemrégen megnyílt Család és Karrierpont munkatársainak köszönhetően. Nem ez volt az egyetlen hasonló rendezvény. A következő hónapokban számos olyan programot szerveznek majd itt Tolnán, amiken bárki részt vehet, és amik a szervezők célja szerint segítenek a karriert építő nőknek. A gyerekek és az édesanyák is élvezték a Család és Karrierpont átadása kapcsán felállított játszóházat még október elején. Már akkor tudni lehetett, hogy a Tolna megyében egyedülálló projekt ötletgazdái nem csak a kicsik tartalmas lefoglalásában tudnak majd segíteni a hozzájuk betérő nőknek.
A pályázati forrásból megvalósuló projekt célja az volt, hogy tréningeket és oktatásokat is tartsanak majd itt olyan nőknek, akik például család mellett akarnak vállalkozásba kezdeni. Egy kicsit csúszott a projekt, tehát most egy dömping, egy program dömpinget fogunk rázúdítani a tolnaiakra. A háztartási praktika, babamama klub, tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon felkészült stábbal indulunk, és mindenki azért van, hogy a betérőknek segítséget nyújtsunk. Tolna megye egyetlen család és karrierpontja egy pályázatnak köszönhetően jött létre. A projektben és a programok szervezésében, valamint a lebonyolításukban társszervezetként a Magyar Női Unió is közreműködik. Lesz ilyen, hogy nőnek lenni jó, lesz ilyen, hogy vidéki nők napja, ez lesz a legnagyobb, mert ez kétnapos rendezvény. Itt külföldiek is jönnek, és a Kárpát-medencéből is jönnek. Lesz a befogadó szemléleti tréning, amit nem mi fogunk, hanem egy partnerünk, a Szülőkháza Alapítvány fog szervezni. És lesz nekünk még családgyermekvállalkozás, ilyen kis csoportos tréning, amit mi csinálunk. Ezek már a projekt következő programjakor készült felvételek. Fodrász és sminkes segített teljesen ingyen a tolnai járásban élő hölgyeknek felkészülni egy állásinterjúra. A két éven át tartó programsorozatra összesen több 10 millió forintot költhetnek el a projektgazdák. Ebből a pénzből számos a nőket szolgáló rendezvényt fognak megtartani Tolnán, és ami nagyon fontos, teljesen ingyen. Ebből a szempontból a város és tágabb értelemben véve a tolnai járás, valamint az ott élők egészen kivételes helyzetbe kerülnek. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy úgy érzi mindenki, hogy épül és szépül a város. Ennek van egy külső oka is. Ugye nyilvánvalóan az Európai Unióból érkező források óriási lehetőséget biztosítanak. És egy infrastruktúrális fejlesztés az emberek számára az mindig sokkal kézzelfoghatóbb. Látjuk, ahogy megújul jelen esetben például Tolnán a Dunapart, láthatóvá fog válni reményeink szerint minél hamarabb a Domboriba vezető kerékpárút, megépül egy játszóház, könnyebben érzik azt az emberek, könnyebben kézzelfoghatóvá tudjuk azt tenni, hogy mit hoztunk létre. Ezek a típusú programok, amiket az Emberi Erőforrás Operatív Program finanszíroz, ez a nevében is benne van, az emberekről szól, a lelkekről szól. És nem csak infrastruktúrát szeretnénk adni a tolnai embereknek, hanem szeretnénk hozzátenni a mindennapjaikhoz, a gondolataikhoz, az érzéseikhez. Ezek a programok erre adnak nekünk lehetőséget. Bár a projekt felelősök első benyomásai kedvezőek, ettől függetlenül azt mondják, bőven tudnak még vállalkozókedvű hölgyeket fogadni a következő időszakban. Nagyon nehéz elérni az emberekig, nagyon nehéz kimozdítani őket a mindennapokból, hiszen mindenkit rendkívül sok kötelezettség is terhel. A munka, és nyilvánvalóan a családi, sokszor azt mondjuk, hogy kötelezettségek is, és mi szeretnénk ebbe egy kicsi szint és töbletet vinni. Valamit, amitől a mindennapokban nem csak azért jó Tolnán élni, mert a város szép és megújul, hanem azért is, mert tartalmas programokat tudunk adni. És ezt szeretnénk tovább vinni a közeljövőben, ennek a programnak a kapcsán ugye gyakorlatilag a következő két évben. Ami nagyon fontos, hogy a család mellett karriert építeni akaró hölgyeket megcélzó projekt több pilléren állva segíti a szebbik nem képviselőit. Így volt ez ezen a napon is. És az is biztos, hogy a következő időszakban bőven lesznek olyan programok, amik közül bátran választhatnak a hölgyek. És a mai nap az tovább folytatódik majd Vidéki Nők Napja konferenciával. A délután során lesz a Kulturális Központban egy filmvetítés, amely során rendezővel lehet találkozni, szintén hasonló témában. A holnapi napon is folytatódik ez a rendezvény. Az idei évben nagyon sok programunk van, köszönhetően annak is, hogy
Az év elején még a projekt adminisztratív indításával kapcsolatos feladatokat láttuk el. Most már tudunk a szakmára koncentrálni, a következő két évben pedig csak erre szeretnénk koncentrálni. Most rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel szemben és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hamarosan indulnak egynapos adventi autóbuszos járataink Európa nagyvárosaiba. Töltsön egy kellemes napot a bécsi adventi forgatagban, kukkancson be a csoki gyártás folyamataiba, vagy vegyen részt a Schönbrunni kastélylátogatáson. Akik már megcsodálták a karácsonyi pompába öltözött osztrák fővárost, azoknak Grácot vagy Kassát és az idei év újdonságát, Zágrábot kínáljuk. Ne hagyja ki ön sem, 6.990 forint per fő részvételi díjtól foglalhatóak útjaink, és már 13 városban tud csatlakozni országszerte. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott? Időszakos kötelező szervizre van szüksége? Vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdaság és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás, benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telen a magazint. Kezdő tolnai táborozókat fogadott a Paks melletti Cseresznyi és Erdei iskola az őszi szünetben. Tolnáról érkezett mintegy 24 kisiskolás az erdei Manó táborba, ahol Cseresznyi és Puszta élővilágával, az állatokkal, madarakkal, növényekkel, gombákkal ismerkedtek. Tolnai apróságok csivitelésétől hangos a cseresznyési erdő, a gyerekek jókedvű nevetésétől pedig a cseresznyési erdei iskola. Itt táborozik az őszi szünetben több tucat tolnai kisiskolás. Épp az első erdei felfedező barangolásukból érkeztek vissza a gyerekek. Cseresznyéskert erdei iskolában vagyunk, de nem az Ökocsiga játszóháznak a saját tábora, hanem tolnai gyerekeket látunk vendégül. 5 napon keresztül tart a tábor, ma kezdtük, úgyhogy még nagyon frissek vagyunk, még ismerkedünk egymással, de már túl vagyunk egy erdei túrán, és sok mindent láttunk, nyomot olvastunk, gombát kerestünk, és itt a környéken találhatóak pöttyös galócák, légyülő galócák, és most megnéztük őket a természetbe, úgyhogy most fogunk egyet készíteni, olyat, amit meg szabad fogdosni, és amit haza szabad vinni. Ez az 5 napnak a tematikája tulajdonképpen a természet köré épül, hiszen adja magát a helyszín. A Cseresznyési Erdei iskola környezetét mi már jól ismerjük, hiszen minden nyáron itt van a táborunk. Azonban ez kuriózum, hogy most ősszel van a tábor, így egész más dolgokat is meg tudunk mutatni a gyerekeknek. Az erdő élővilága, ami ugye nincs messze Tolna, úgyhogy azonos az élővilág,
Aztán van olyan nap, amikor a hajómalmokról fogunk beszélni, van olyan, amikor a folyószabályozásról, a Dunáról, így minden nap valami más de lesz. Nagyon mozgékonyak, úgyhogy le kell őket terhelnünk, most már jártunk egy nagyot az erdőbe, aztán itt vannak a gokártok, amiben nagyon sok kilométert beletekernek minden nap, lehet kosarazni, lehet tollasozni, pingpongasztal van, csocsó van, úgyhogy mindenki megtalálja magának megfelelő mozgásformát. Úgy hívják, hogy vatelit, és ilyen van például a téli kabátban. És itt megszorul a kis szálak között a levegő, a testünk felmelegíti, és ezért nem fázunk. És ezek a kis finom szálak lehet, hogy azelőtt PET palackok voltak, ezért érdemes szelektíven gyűjteni, hogy lehessen belőle újra valamit készíteni. Hadd nézem! Hát, Zsófi, megint ugyanúgy csinálod, mint az előbb. Mivel gombát is találtak az erdőben, most azt várnak a lányok. A fiúk is nagy munkában vannak. Az autókerekét csiszolják. Fából, tobozokból és az erdőben gyűjtött termésekből számtalan kincset készíthetnek, amit egy dobozba gyűjtenek és a tábor végén hazavihetnek. Vártuk nagyon, és kicsit izgultunk is. Hát én is izgultam egy kicsit, de nagyon jó így most így már, hogy itt vagyunk. Mi az, ami eddig a legjobban tetszett nektek? Hát, hogy gokárdozni lehetett, meg túra volt. A túra nem volt olyan jó. Meg ilyen kitűzőt készítettünk a nevünkkel együtt, és hogy tudják a nevünket. És igen. Az egyik nap lehet, hogy az anyukám behozza a kutyámat a bogyót. És neked mi tetszett eddig a legjobban, Zsófi? Minden, kivéve a séta. Hát hogy nem tetszett neked a séta, pedig nagyon érdekes helyen az erdőbe jártatok. Mit láttatok ott? Hát semmit, lábnyomokat, de zavart a természet. Zavart? Hát még ilyet nem is hallottam kisgyerek szájából. Mi zavart benne? Az, hogy összeszúrt, de volt egy jó a természetben. Az volt az egyetlen jó, hogy ehettem galagonyát. Nekünk a sétát tetszett, igen. Mert láttunk vaddisznyónyomot, meg láttunk meg távcsőben nyulat. Is, meg rókanyomot is láttunk. Meg szarvas nyomat. De sajnos nem láttunk állatokat. De nyulat. Igen, távcsőben. De tényleg? Igen. Váó. Mit vártok itt most a legjobban a hét folyamán? Igen, az állatokat. Igen, meg a tábortüzet, meg most nagy, de a gokárdokat. Milyen tábortüzet? Bemegyünk ki a faluba, és akkor ilyen ötös csapatokban. És ezt várjuk. Én az ottalvást a legjobban. Meg hogy láthatok állatokat, meg rókát is. Hát ez lesz az első éjszaka most majd, ha jól tudom, az ittalvásba. Ez lesz a legelső éjszaka az egész életemben. Más helyen. Vagy nem más helyen, ahogy úgy, hogy nem vagyok együtt a családommal. Rengeteg játék van a gyerekeknek kikapcsolódásra. A gokárt mellett az íjászatnak is nagy sikere van. Most a parkolóban pihennek a gokártok, de nem sokáig. Ez az egyik kedvelt időtöltésük a fiataloknak szabadidejükben. Jó pár kilométert beletesznek. Hát először még így megismerkedtünk, aztán kicsit volt szabad játék, meg gokárdoztunk, és aztán elmentünk így kirándulni, és találtunk pöcsös galócát, meg különféle gombákat, meg csináltunk ilyen kitűzőt, hogy tudjuk egymásról a nevünket, és most majd valkácsolni fogunk. Erdőben volt-e még valami érdekesség? Állatokkal találkoztatok-e? Hát csak láttunk szalvas lábnyomokat, meg kutya, de végül kiderült, hogy róka, szóval azt hittük így, egy vadásznak a kutyája kergette a szarvast. Meg találtunk egy olyan fát, ahol tüzet raktak. Igen, és fekete. És látszott a fenyőfákon is, hogy így sárga volt a ilyen tüskés része. Gyűjtöttünk tobozokat, amikkel most barkácsolni fogunk. A gyerekek között vannak, akik már voltak táborban, de akadt olyan is, aki először töltött el pár napot és éjszakát szülei nélkül. Én még nem voltam ilyen táborban. Elsőnek nagyon izgultam, de mikor már idejöttem, kezdett elmúlni az izgalom.
és a kokárdozás tetszett eddig a legjobban, a túrázás kevésbé tetszett. Mi az, amit vársz nagyon? A tábortüzezés, meg ma vacsora után lesz egy ilyen zenés este. Nekem a legjobban a túrázás tetszett. Az időjárás is kegyes volt a kis erdei manocskákhoz. Egész héten tavaszias jó idő várta őket. Így a szabadban a jó levegőn tölthettek szinte minden percet. Egy kicsit lazítani fog eddig óriási igénybevétellel járó éves programján a Magyar Maratoni Kajaksport első számú férfi versenyzője, Boros Adrián. Mutatjuk is, miért döntött így a sportoló. Úgy látja, a momentán legeredményesebb, ezáltal legjobb magyar férfi maratoni kajakos Boros Adrián, a tolnai kajakkenvese versenyzője, hogy változtat egy picit eddigi felkészülési metodikáján. Abból a pár játékító tempóból, amit felkészüléssel, főleg a sok utazással és versenyzéssel tölt el egy-egy évben, abból jövőre esetleg valamennyit visszavesz. Nem tölt el felkészüléssel például annyi időt, a távoli melegövi kontinenseken nem megy el annyi meghívásos versenyre, mint eddig. Mert ez a kisebb lazítás segíthet, meggyőződése szerint abban, hogy egyszeres világbajnokként, sokszoros EB és VB egyéni érmesként ott maradhasson a szűkebb nemzetközi élvonalban, a kajakkenu maratoni szakágában hosszabb távon. Nem törekszik arra például, hogy egy-egy évben 7-8 ezer kilométert is összelapátoljon mindent egybe véve. Jövőre szerintem egy kicsit más taktikát kell bevetnünk, mert jövőre nem rohanunk ennyire, mint idén. Elég későn lesz a világbajnokság októberben, és ennek jegyében szerintem később is fogunk vízre szállni, tehát nem kell ezt a februári dolgot erőltetni, hanem úgy gondolom elég, hogyha márciusban szállunk először vízre. Most itt lehet, hogy úgy gondolom, hogy az EB-t nem azt mondom, hogy nem kell komolyan venni, hanem lehet egy fokkal lájtosabban, és utána a VB-re sokkal jobban felkészülni. Azért a dél-afrikai szupermaratonikat nem rendezhetik meg Boros Adrián nélkül 2019-ben sem? Szerintem nem. El fogok menni mindenhova, ahova tudok. Itt szó lehet Argentináról, ugye Dél-Afrikáról. Meglátjuk, mit hoz a jövő, még nagyon messze van. Ezekben a napokban, az elmúlt hónapban, amennyire lehetett, lazított, kikapcsolódott, időt szakított hobbi sportjai űzésére is. Ezekhez persze el kell utaznia távolabbra. Mind a szörfkajakot, meg mind a sima szörfözést is nagyon szeretem. Hogyha olyan helyre megyek nyaralni, vagy telelni, vagy nem tudom még, akkor nyilván fogom csinálni, vagy meg fogom próbálni. Nem fogok benne megszakadni, de úgy gondolom, hogy azokat a sportágokat azért csinálom, mert szeretem. Az idén kipróbálta magát még egy versenyszámban az 5000 méteren, mégpedig egy világkupa viadalon Szegeden, ahol második tudott lenni. Fölvetődik, belefér-e még az ezen a távon való versenyzés, amit egyébként a síkvízi világbajnokságon az olimpiai számok mellett rendeznek, és nagy rangja az itt elért sikereknek. Itt először meg kell várni a jövő évi versenyműsort, ahol látjuk majd, hogy hol lesznek a válogatók, és hogy nem ütik-e a maraton versenyeimet a válogatók, tehát itt gondolok az egyhetes körzetébe, de én nem fogok, tehát én a saját EB-met, meg VB-met azt nem fogom feláldozni az 5000 méter miatt, viszont ha ilyen 3 hét vagy 2 hét távolságban van, akkor úgy gondolom, hogy meg lehet próbálni, és lehet is rá készülni. Meglátjuk, azért nehéz dolgunk van itthon, nagyon sok jó versenyző van, és hát bármi megesett egy ilyen válogatón, a külföldi versenyen, meg hát ott meg még több jó versenyző van. A munka intenzitása nem fog változni, sőt, legfőjebb kilométerekben lehet kevesebb, de az sem biztos. Avat be a kulisszák mögé Barina József vezetőedző, aki a klub világhírű versenyzőjével már egyeztetett ezügyben. Hát azon nem nagyon lesz változtatva, nem azon lett változtatva, hogy nem megy el melegvizes táborokba, tehát nem megy februárban Dél-Afrikába, meg Szingapúrba, nem utazza át az egész telet, hanem itt fog tolnán készülni. De az intenzitás az ugye marad. Látom azt, hogy egyre több rövid távú, szubmaximális terhelést igénylő edzést végez Domboriban, itt-ott-amott, ahol egy kicsit kísérleteztek is.
az ő úgymond adottságaihoz és teherbíró képességhez illően. Hát a síkvízi világkupán, ami Szegeden volt, ott 5000 méterre második lett, a világ legjobb kajakosa, a Pimenta tudta csak legyőzni, tehát nem csak maratonon jó az Adrián, egy a hosszabb távokon, igenis nagyon jó. A maratoni szakákban világbajnokok, VB-EB dobogósok a többi sportolóhoz képest még mindig meglehetősen szerény anyagi javadalmazásban részesülnek nagy sikereik után, egy-két kivételtől persze eltekintve. A klub mit tud úgy adni, hogy ez ne menjen a szakosztályi működés rovására? Az utazásait fedezzük bármi, amire szüksége van, a masszőrtől kezdve minden, tehát van ez a fánklub, az egyesület is, jelentős összeget támogatta most az év végén az Adrián. Tehát gyakorlatilag azért a szövetségi szinten késik, de az egyesület próbálja a hűségét, a kötődését hát erősíteni. Nem, hát a szövetség is fedezi a tavaszi vízialapozó edzőtábort, havonta ösztöndíjat kap. Tehát az odafigyelnek az ilyen szintű sportolókra. Tehát gyakorlatilag megvan az a havi járandósága, ami miatt nincsenek gondjai, hogy ne tudna felkészülni, és mondjuk el kellene mennie valamit csinálni a napközben két edzés között. Nem, de most is dolgozik így a pihenőbe azért, de nyugodtan ő profi kajakos lehet. Aki jövőre és még évekig azért küzd, hogy párosban 2015 után újra, egyesben pedig először pályafutása során egyéni világbajnok lehessen, öregbítve ezzel a már szűkebb hazájának nevezett Tolnavárosát, az itteni kajakkenu klubot. Már ennyi fért a Telen a magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, viszontlátásra!